Várjuk kérdését üzenetrögzítőnkre vagy élőben. 2018-21-21. Kérdezze polgármesterét, dr. Bácskai Jánost. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Önöket, és így van, kérdezzék dr. Bácskai János polgármester urat 2017-ben is. 2018-21-21-es a telefonszámunk, február 7-én élőben 18 és 19 óra között tudnak kérdezni, de természetesen folyamatosan várjuk kérdéseiket üzenet rögzítőnkre, és írhatnak is nekünk info@9.tv, a remélhetőleg jól ismert e-mail címünk. Szeretettel köszöntjük tehát Önöket február 7-én élőben, és köszöntöm itt a stúdióban dr. Bácskai Jánost. Jó estét kívánok a kedves nézőknek is. Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy az idei évben mi volt a legmeghatározóbb élménye polgármester úrnak, mi az, ami most legelőször eszébe jut? Az újévi koncert. Jaj, nem beszéltünk meg, de valahol titkon reméltem, hogy hát ha ezt fogja mondani, majd az összeállítás végére az is kiderül, hogy miért lehetett ilyen meghatározó élmény polgármester úr számára. Úgyhogy kezdjük ezzel az e-heti, e-havi összeállításunkat, mert hogy ez volt az első komolyabb rendezvény idén Ferencvárosban. Az újévi hangversenynek idén az Iparművészeti Múzeum adott helyet. A vendégeket köszöntötte Cselovszky Zoltán, a múzeum főigazgatója, valamint beszédet mondott Kálai Gáborné alpolgármesterasszony és dr. Bácskai János Ferencváros polgármestere. 2016-os év különösen sikeres volt Ferencváros számára. Nagyon reménykedünk abban, hogy az idei év is sikeres lesz, hiszen a MIPA és a Nemzeti Színház melletti foghitelekre a tervet már elkészítették egy kongresszusi központnak a kialakításával, egy olyan, amelyik Európában is egyedülálló lenne, hiszen egyszerre 6000 ember tud befogadni konferencia szinten, és hogyha 2017-ben, tehát már az idén, szeptemberben Líbában jól döntenek, akkor Ferencváros életében egy újabb nagy fordulópont következik be, hiszen a leendő olimpia, reményeink szerint a 2024-es budapesti olimpiai legnagyobb területi és legfontosabb helyszínei itt lesznek Ferencvárosban. Tehát bizakodunk abban, hogy az idei év is sok sikert fog hozni, és ehhez kérjük az Önök támogatását, minden ferencvárosi támogatását, és szeretném megköszönni az eddigieket is, hiszen az Önök támogatása nélkül ez nem sikerült volna. A hangversenyen a MÁV szimfonikusok zenekara mellett fellépett Kökény Tamás és Sándor Zoltán, a virtuózok két fiatal tehetsége. Szoktam szólóban is fellépni, zongora kísérettel is, és zenekarral is, ahogy ma este tettük. Rengeteg koncertfelkérést kapunk, és szinte majdnem minden nap játszunk valahol, aminek természetesen nagyon örülünk, és nagyon szépen köszönjük. De hány hangszeren játszol egyébként? Hát én is játszok egy 4-5 hangszeren. Ugye az édesapám brácsás és gitáros, azon a kettőn is, zongorán is, és ugye hegedülök is. 14 éve, 3 éves koromban kezdtem el hegedülni, és egész 6 éves koromtól járok zeneiskolába, 12 éves koromig hegedültem, és utána tértem át Nagybőgőre. Az, hogy abszolút hallásom van, ugye, az egy nagyon nagy adottság számomra, és hogyha odaülök egy hangszerhez, az legyen az bármilyen hangszer, rájövök, hogy kell megszólaltatni, egy dalamot el tudok rajta játszani, tehát ezért könnyű az én helyzetem. Mi az a hangszer, amit leginkább szeretsz? Hát a Nagybőgő. De mellette nagyon szeretem a hegedűt is, tehát vetekszik egymással nagyon. A virtuózok óta az én életem felfordult, és ezt jó irányba értem, mert nagyon sok emberrel, művésszel találkozhattam, nagyon sok koncertfelkérést kaptam, tehát jártam azóta a világot. Voltunk Ravennába, Brüsszelbe, Párizsba, Berlinbe, tehát
mindenféle, tehát Európában szerte szét, akkor most március 1-én lesz koncertem ugye New Yorkban, akár Carnegie Hallban. Az idei hangverseny meglepetést is tartogatott a nézőknek. A koncert végén dr. Bácskai János polgármester úr vette át a zenekar vezénylését. Ezért lehetett polgármester úrnak olyan meghatározó élmény ez az újévi koncert, mert hogy egy új szerepkörben is kipróbálta magát, bár nem tudom, hogy próbálta már egyébként, vagy ez volt az első alkalom. Nem, nekem ez nem volt gyerekkorom sosem. Zenekarban játszottam sok-sok évig. A figyelmes szemlélő láthatta, hogy nem a zenekar jött az én integetésem után, hanem én mentem a zenekar után. De akkor hát ez az én nagyon... szemem nem figyelmes, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi a titka a vezénylésnek, vagy tehát, hogy mi a, annak a módszere, mire kell ott figyelni. Hát ahogy így elképzelem, valószínűleg a teljes kotta ismeret, minden hangnak az ismerete, melyik szólam, mikor lép be, milyen hangot kell, hogy játszon, és hát ugye nem metronómra, tehát nem gépzene, hanem minden zenének van egy saját ritmusa, a zeneszerző bele is írja a kottába, hogy itt egy kicsit lassabban, egy kicsit gyorsabban, halkabban, hát ugye latin szavakkal. Olasz szavakkal vannak beleírva az instrukciók, és ehhez képest a karmesternek van még némi szabadsága. De mikor függőleges, vagy mikor visszintes a mozgás? Az csak az attól függ, hogy milyen a ritmus, kétnegyed, háromnegyed, vagy esetleg páratlan ritmus. Ahhoz képest ennek sincs előírt szabálya, de az a lényeg, hogy hát én inkább zenekarban játszottam. Tehát az, hogy az ember a periférikus látásával a kottát is nézi, meglássa a karmesternek a pálcáját, és akkor tökéletes a harmónia, hogyha mindenki a pálca vagy a kéz mozgására arra is tud figyelni, de itt fordítva volt, tehát én figyeltem a zenekart. Igyekeztem ezt a fáziskésést minél rövidebbre tenni, így kevesen vették ezt észre. Izgult egyébként, vagy nem tudom, ez mennyire volt tervezett, vagy mennyire tudott felkészülni rá? Volt egy körülbelül 40 másodperces próba egy órával azelőtt, de abszolút kiderült, hogy nélkülem is ugyanígy eljátsz a zenekar, úgyhogy ha én kiállok integetni, mutogatni, akkor ez nem fog sokat változtatni a zenei élményen. Nézzük akkor, hogy az önkormányzat miként vezényli majd itt Ferencvárosban az idei évet. Ugye a megnyitó beszédben néhány információ már elhangzott az idei évre vonatkozóan. Nézzük, hogy milyen tervek vannak, és hát kezdjük azzal, hogy idén 225 éves Ferencváros, úgyhogy hát remélhetőleg a tavalyihoz hasonló izgalmas és sikeres év áll előttünk. Valóban, ugye ezt nem győztük elégszer elmondani, hogy épp a tavalyi év sikerült a legsikeresebbre, legalábbis jó vissza kell menni az emlékezetben, hogy ennyi sikert, és minden téren tulajdonképpen, minden szinten értünk el világra szóló sikereket, és hát megismételni nyilván nagyon nehéz lesz, legalábbis mind a három műfajból, hogyha szűkíthetjük három műfajra, azért ez csak a ismétlés kedvéért mondom el, hogy ez a városrehabilitáció, a városépítés tágabb értelemben, város megújítás, a Fradi természetesen, és ez nem erős sorrend, hanem éppen ahogy az embernek eszébe jut, és hát a kultúra, ugye József Attila
szülőhelye, a költészet napja hozzá kapcsolódóan kötelez minket, de hogyha csak az intézményeket nézzük, amelyek már most itt működnek, Ferencvárosban, Nemzeti Színház, MIPA, már kívülről tudják a nézők, és szerintem BMC, Bálna, Iparművészeti Múzeum, és sorolhatnánk még azokat a helyeket, ahol kultúrához hozzá lehet jutni Ferencvárosban. Ezek mind köteleznek minket, hogy folytassuk a sikereket. Az, hogy Ferencváros 225 éves, ugye ez csak egyetlen egyet jelent, hogy azóta Franstadt, azóta ezt a nevet használjuk, igen, és viseljük, és büszkén Ferencváros nevét, de épp a tavalyi csarnoktéri ásatások bizonyították be, hogy Ferencváros, legalábbis az itt élők történelme sokkal messzebbre az Árpád-korig, sőt, hát bronzkori nyomokat is találtak, sírokat is, tehát már a bronzkorban is éltek itt emberek, ők nyilvánvalóan nem magyar származású emberek voltak, de mondjuk, hogyha az Árpád-kori a következő terminust nézzük, akkor az Árpád-kori temetőben már bizonyossággal magyar származású emberek, magyar kultúrával, a cserépedények, a temetkezési szokások. Tehát van múltunk, amire büszkék lehetünk, és hogyha szűkebben a Ferencváros 225 éves történelmét nézzük, akkor ezek a három fő motívum megfigyelhető, hiszen városépítés mindig volt, ha csak az árvizekre gondolunk, újra kellett építeni a várost. Kultúra is nyilvánvalóan volt, hiszen a Szénatér, a mai Kálvin tér, az mindig egy csomópont volt, hiszen az összes áru az odaérkezett, egy része a Dunán, a mai Corvinus Egyetem, tehát a Fővám palota elé a Dunára, a másik része pedig hát jött be az akkori Kecskeméti úton, ma Üllői úton a lábasi országok. Tehát, és ott mindig voltak színművek, színjátszások, tehát a csepürágok ott felléptek és szórakoztatták egymást. És hát a sport az pedig hát nyilván bizonyos időszak után, amióta sport létezik, Fradi 117, most már 118. éve, ez is kötelez minket, hogy a sportot támogassuk, de az idei évre konkrétan rátérve, ennek jegyében a város megújítása a fő szál. Ugye a költségvetés az mindig két részből, most már a törvény is teljesen egyértelműen kötelezi a képviselőtestületet is, és a hivatali kollégákat is, hogy két jól látható, jól elkülönhető része bontsa fel: a kötelezően ellátandó feladatok és az önként vállalt feladatok. És ami önként pénz marad, ugye, abból lehet az önként vállalt így van, feladatokra és ugye, költeni. Mennyi lesz van egy olyan város költségvetése? Van egy olyan szám, hogy adóerő képességeben nem áll rosszul Ferencváros. Nem? Ugye szoktam mindig kérdezni a... Ez, hogy mennyi adó folyik be, vagy az egyfőre eső adó képessége a városrésznek. Ez közel 80 000 forint fejenként per év. Ezzel eléggé az elején állunk a listánk. Nem mi vagyunk a legjobbak, de az elején állunk a listán, és akkor szoktam kérdezni ismerősöket, hogy szerintetek Ferencváros hanyadik a 23 kerületből? Mert ebből a szempontból? Ebből vagy a szempontból nem, úgy általában. Mit gondoltok, hogy Ferencváros mekkora hanyadik, és az elsőt beteszi a többség, de az első 10-en kívül senki nem számol. Sajnos létszámra 17-ek vagyunk csak, de jelentőségében a kerület az előbb elmondottak milyen, tehát adóerőképességben is, és hát a kulturális és sport és egyéb fejlesztési tevékenységekben ennél jóval előrébb tartunk. Ez bizonyítják a sikerek és a díjak, és ez kötelez minket megint csak, nagyon sok kötelezettségünk van. Mennyi telt akkor is idén a költségvetés, és abból eljutunk körülbelül... Eljutunk odáig, két mondat az egész. Bruttó 18 milliárd környékén van a költségvetés, de hát ugye ebből a kötelező feladatok lejönnek. Szerencsés helyzetben olyan 65-35, rosszabb esetben 70-30 az arány, tehát 30% az, ami az önként vált feladatokra, ezek a szép feladatok, mert ezekről mi döntünk. A kötelező feladatokról nem mi döntünk. A kötelező feladatok esetén csak biztosítjuk a feltételeit annak, hogy a hivatali kollégák végre tudják hajtani a pénznek az el- és kiosztását. Az önként vált feladatoknál jön számításba a városrehabilitáció, a városrehabilitáció és a városrehabilitáció, tehát igyekszünk azt a 61 néhány házat, a 61 néhány házban lévő majdnem 1000 alacsony komfortfokozatú, ugye ez a szükséglakás, félkomfortos és komfort nélküli lakások, közel 1000 darab van még, hogy ezeknek a száma mi hamarabb
lecsökkenjen, eltűnjenek ezek a lakások. Emiatt kell saját forrásból minél többet a lakás, a házfelújításokra, és az idei tervben a Balázs Béla 13, a Tűzolt utca 33B, és a Viola utca 37AB-nek a megkezdése. És, hát, ez a Temesvári tömb? Ez a Temesvári tömb, tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy a Temesvári tömb kompletten elkészülne az idén, és kicsit át fog nyúlni még a jövő évre, és akkor megint egy szégyen foltja tűnik el középső Ferencvárosnak. Nagyon nagy az ingatlan befektetői érdeklődés, ezt igyekszünk is kihasználni, hiszen a városrehabilitációnak a folytatása az a magántőke bevonása is mindig is egy fontos tényező volt, olyannyira, hogy nem győzöm elégszer elmondani, hogy az itt megforduló pénzek kétharmada az magántőke, magán eredetű pénz. És az egyharmad volt ugye a saját forrás az önkormányzatnak, illetve a különböző pályázati lehetősége. Ez így van, ugye a főváros sem szabad elfelejteni, hiszen a főváros nominálisan az elmúlt 25 évben közel 30 milliárd forintot szánt Ferencvárosra vissza nem térítendő pénzként. Ez hatalmas összeg. Ezzel nem, hogy kerület, még városok sem dicsekedhetnek, amit kapott Ferencváros, például a fővárostól. Magántőkével kapcsolatban, bár ugye említette, hogy újra beindult, erről már többször beszéltünk, ahogy ön fogalmazott, nagy az érdeklődés. Itt lehet-e konkrétumokat tudni, vagy mondani esetleg, hogy hol vannak mozgolódások? Hát hogyne, aki a Balázs Béla 22-24 AB környékén lakik, azt tudja, hogy négy házat egyszerre, egy csomagban ezeknek a kiürítése ma holnap befejeződik, a Lónyai utca 26, belső Ferencváros egyetlen még komfort nélkül lakással rendelkező háza is kiürült, tehát ünnepélyesen jelentettem, hogy a belső Ferencvárosban nincs komfort nélküli lakás, és a Lónyai 26-nak az építése is elkezdődik nem sokára. A Rádai utca 57, Lónyai utca 58-as dupla telek építkezése, most ürítettük ki, napokon belül megkezdődik ott is az építkezés. Ott irodaház, vagy mi fog épülni? Ott irodaház és lakások fognak még épülni. Még garázs egyébként lesz ott? Lesz ott még garázs is, természetesen. Akkor lesz ásatás is ezek szerint, mert ásatás a belső ferencvárosi ásatásnak mindig örülünk, mert ki tudja, hogy mi újabb szépségeket, érdekességeket igen, találnak. Igen, és Gönc Jambrustól is tudjuk a helytörténeti gyűjtemény vezetőjétől, hogy bizony izgulunk már sok-sok éve, lehet, hogy még sok évig fogunk izgulni, hogy megtaláljuk ezt a bizonyos fa templomot, ami Szent Falva nevét szenté tehette. És jó esély van, hogy valahol arra felé lehet. Igen, és az okosok szerint valahol ott a Lónyai Ráda utca környékén lehetnek ennek a fa templomnak a maradványa, lehet, hogy éppen majd itt lesz meg, hiszen a bakástéri templomunk kettővel ezelőtti elődjéről beszélünk, hiszen a bakástéri templom előtt is volt már egy templom. És hogyha már a bakástéri templomot említette, akkor ennek a felújításával mi a helyzet? Ugye beszéltünk már a múltkori adásban is, hogy jó eséllyel az idén megújul a templom. Már teljesen zölden világít a lámpa, az építési engedély is van, heteken belül megkezdődnek az előkészületek, és aztán hát kívülről is látszani fog, hogy elindul a belső és külső felújítás, és hogyha ez a jövő év közepe végére befejeződik, mi már előre látóak vagyunk, és már pályáztunk a fővárosnál ezen a bizonyos térközpályázaton, aminek a keretében mérőpart újult meg, hogy mi szeretnénk a Bakács teret és a Bakács utcát kinyitni a Dunára, és akkor a belső ferencvárosi közterület felújítás is egy nagy lendületet kaphatna. Akkor maradjunk még egy kicsit ennél a témánál, mik azok a közterületek, amik még megújulhatnak az idén? Igazából közös zöldek, amik leginkább a Viola 27-29 mögötti közös zöld és kresszpálya, Tűzoltó utca 50-56 és az Üllői 89 mögötti terület. Ugye ez a Soténak az elméleti tömbje modern épülettel szemközti területről beszélünk, az új szálloda, a klinikáknál a szálloda és a Sote elméleti kömbjék közötti területről beszélünk. Az Üllői út 99 is megépül, ott most még egy parkoló van, de az is megépül, és a közös zöld területet kialakítjuk. A Tűzlion Parknak a terveit már én láttam,
Azt is megújítjuk, azt a parkot, hát az is kicsit sok benne a kő, igen, kicsit több zöld lesz benne, így nagy vonalakban. A Tűzoltó utca 49-53 ingatlan melletti közös zöld terület, Tűzoltó utca, Ferenc körút és Lilium utca közötti szakasz, ez útszakasz. Felújítás a Viola Mester és Balázs Béla utca közötti szakaszok felújítása, és hogyha Haller tervel, sikeresek leszünk, akkor a Haller 50-52-54, illetve 48-tól 54-ig terjedő négy háznak a felújításába is bele fogunk. És a Haller Parkot is érinti, ha jól tudom, ez a pályázat valamilyen igen, szinten. Mert a hozzákapcsolódó projekt elemek, az a soft programok. A soft programok, ahogy ezt már megtanulhattuk a József Attila pályázatnál, ugye a felzárkóztatás, a közösségi terek kialakítása címén, sok olyan elem jelenik majd meg, amit nagyon kedvelnek az itt élők. Fogunk beszélni még természetesen a hármas egységen belül a sportról és a kultúráról is, de ha már kultúra, akkor előtte nézzük meg, hogy miként ünnepelte a Magyar Kultúra Napját Ferencváros. Kölcsei Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a himnusz írását, 1989 óta ünnepeljük ezen a napon a Magyar Kultúra Napját. A Ferencvárosi program sorozata Pince Galériában kezdődött. Idén ünnepeljük Arany János születésének 200. évfordulóját, ehhez kapcsolódva a Toldi trilógia ihlette rajzok készítésére hirdettek pályázatot ferencvárosi diákok számára. A tárlat megnyitó ünnepségén köszöntőt mondott Széles Csongor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezető helyettese, és Kállai Gáborné alpolgármester, aki bejelentette, ezután a Mester utcai Pince Galéria a fiatalok kiállítótere lesz. A Toldi illusztrációs pályázat kurátora Vince Angéla a galéria művészeti vezetője volt. Ezen a jeles ünnepen, ami egyben a himnusz születésnapja, illetve Arany János 200. évfordulója alkalmából a Toldi trilógiát kellett illusztrálni a gyerekeknek, bármelyik éneket, és ebből kifolyólag szabadon választhattak. A3-as méret volt a megkötés, és mindenki tényleg azzal a technikával dolgozhatott, ami a kedvenc technikája. Grafikák, festmények, pasztelképek születtek, meg vegyes technikák, szép alkotásokat hoztak. Sajnos az influenza járvány itt is felütötte a fejét, mert nagyon kevés iskola tudott indulni. Főként a József Attila iskolások, a műszeti iskolások hoztak alkotásokat, és a Kőrösi Csoma Sándor két tannyelvű általános iskola hozott még rajzokat. Melyik volt a Toldiból a legnépszerűbb része, amit mondjuk többen is akár feldolgoztak? Mivel a legkisebbek tanulják azért a hatodikosak általános iskolában, ezért a kedvenc még mindig az volt, hogy megmutatja, merre van Buda, illetve hogy elhajítja a hatalmas nagy malomkövet. Ezek voltak a kedvencek, és a farkassal való viadal. Látunk egy olyan képet, ahol a bikával viaskodik, megfékezi, de a kicsik azért a formaviláguk, illetve az ők is képzeletvilágok, ezekre a legizgalmasabb harci jelenetekre azt hiszem korlátozódtak, de nagyon sok hasonló alkotás született, mivel a gyerekek most, ahol magyar irodalomból tartanak 6. osztályban, ameddig eljutottak, főként azokat a részeket tudták illusztrálni. Ezzel Leila Jázmin, Toldi Miklós és a farkasok küzdelmét rajzolta le, és ezzel a képpel pályázott. Nekem az a jelenet tetszett nagyon az egészben, amikor éppen a farkasokkal harcol, az látható a képemen is, és én imádom a farkasokat, és ezért is lett ez a kép, mert nagyon-nagyon szeretem a farkasokat, és Toldinak nagyon tetszett ez az arca, amikor éppen a farkasokkal harcol. A József Attila általános iskola 8. tanulója elmondta, hogy milyen technikával készítette a rajzot. Ez szénnel lett rajzolva, és azért ezt a technikát választottam, mert imádok szénnel dolgozni, a kedvencem mind közül. Nehéz egyébként szénnel dolgozni? Picit nehéz, csak mert eléggé fog. Tehát, hogyha valaki szénnel dolgozik, akkor nagyon nehéz, mert nagyon össze-vissza fog, és nem könnyű úgy dolgozni, hogy ne fogja össze az embernek a ruháját, de amúgy viszonylag könnyű. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó ünnepség a Ferencvárosi Művelődési Központban folytatódott. Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy ezen a napon ferencvárosi fiatalok a magyar irodalom egy-egy jeles alkotását állítják színpadra. Az idei előadás előtt Ferencváros polgármestere idézett Vörös Marti Mihály az Ősz bajnok című verséből, amely ugyancsak Toldi Miklóshoz kapcsolódik. Meg nem ütve lágy nyergében, a barát ül nagy kedvében, s fennen így dörög. Most, ha bírsz, menj címereddel, eztán érd be kevesebbel.
Stoldit a nép haragjáról, s harca pusztító voltáról most megismeri, és bámulat csodái lesznek, melyek oldalán hevernek szörnyű fegyveri. A polgármesteri köszöntőt követően kezdődhetett a diákok Toldi előadása, melyet a Ferencvárosi Ádámok és Évák iskola színházi programsorozat keretében 7 iskola közreműködésével és 56 diák részvételével mutattak be. Szép magyar leventék, aranyos vitézek, jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek. Merre meddig mentek? Harcra? Háborúba? Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? Mentek ét a tára, mentek ét örökre. Nekik jó éjszakát mondani örökre. Hely, ha én is köztetek mehetnék. Szép magyar vitézek, aranyos leventék. Nagyon jól sikerült az előadás, nagyon ügyesek voltak a gyerekek és koncentráltak. Tegnap délután volt egy nem túl jól sikerült összpróbánk, megtizedelt minket a betegség, a fáradtság, technikai problémák voltak, közben itt lámpákat kellett cserélni mára, tehát tulajdonképpen minden összejött. De mondtam, hogy nyugalom, ez a színházban is úgy szokott lenni, hogy a rossz főpróba után nagyon jól sikerül a premier, és ez tényleg így volt, hogy mindenki már a maximálisat hozta, és minden nagyon jól sikerült, úgyhogy tényleg nagyon boldog vagyok, mert ez a célja ennek a programnak, hogy a gyerekek megmutathassák önmagukat, fejleszthessék az önkifejezésüket, a kreativitásukat, ezáltal az önismeretüket. Senki sem állhatott ellen haragjának, de ingét is odaadta barátjának. A Toldi előadásról és a Pince galériában megrendezett, ugyancsak Toldi Miklós életéhez kapcsolódó kiállítás megnyitóról Kultnegyed című műsorunkban hamarosan részletesen is beszámolunk. Elképesztően hihetetlenül ügyesek voltak a gyerekek, úgyhogy ajánljuk eheti és jövő heti kulturális műsorunkat a figyelmükbe, ahol részletesen beszámolunk, és hosszabb részleteket is láthatnak az előadásból. Érdemes lesz megnézni, és egyébként YouTube csatornánkon a teljes iskola színházi Toldi előadás megtekinthető. Nagyon szórakoztató volt, és hát valószínűleg, hogy önök közül is sokan vannak, akik már elég régen olvasták a Toldit, úgyhogy nekem az is meglepő volt, hogy micsoda nyelvi humor van, tehát hogy Arany János tudjuk, hogy mekkora íróköltő volt, de én nem emlékeztem, hogy ennyire vicces is a Toldi. Bajban vagyok, mert már minden felsorokú jelzőt elhasznált Olivia, tehát nem fogok tudni mit mondani, ha csak nem olvasok Arany János túlból. Következő adás, vagy következő bejátszás után beszélhet először ön. Egyszerűbb a dolog, Arany Jánost kell olvasni, hiszen az okosok szerint ő használta a legtöbb magyar szót a verseiben, műveiben. És tényleg az volt igazán élményszerű, hogy a 6 vagy 7 Toldi, és mindegyik szerepben 6-7 szereplő volt, ez egyáltalán nem okozott semmilyen gondot, mert egyik izgalmasabb és érdekesebb volt, mint a másik, hogy éli meg, hogy jeleníti meg a 700 éves főszerep. Gondoljunk be, ez a 700 éves a sztori, és még mennyire izgalmas, friss és aktuális a nyelvezet miatt, a nyelv miatt szerintem leginkább. És hát volt egy olyan jelenet, ahol például csak lányok játszottak, tehát Toldit is lányok alakították, nagyon-nagyon változatos volt minden jelenet, úgyhogy ajánljuk figyelmükbe. És persze nem csak a nyelv, hanem nyilván a színpad maga, a színház világa, az izgalma, az élő előadás izgalma, és valóban csak köszönet illetheti a felkészítő tanárokat, a koreográfiát, és hát természetesen a gyermeket, a diákokat, akik elképesztő odaadással és beleéléssel játszották, biztos vagyok benne, hogy nagy élmény lesz nekik. És tehetséggel, és nem csak színpadon tehetségesek a ferencvárosi diákok, hanem filmen is, de Kristóf Mindenki című alkotását Oscar díjra jelölték rövid film kategóriában, és ebben a filmben a Bakástéri Énekzenei Általános Iskola kórusa szerepel. Mindjárt egy fotót láthatunk is róluk, úgyhogy szurkolhatunk, február 28-án lesz a Oscar díj átadás. Azt már tudjuk, hogy esélyes ez a film. Jó esélyünk lehet, 54 éve nem szerepelt olyan film jelöltként, ahol élő igazi
szereplők játsszák, és a Deák, illetve Deák Kristóf a bakástéri gyerekeket úgy választotta ki, hogy hát sokat hallgatt őket, és szerintem jó választott, mert amit eddig lehetett a filmből látni részleteket, az egyik izgalmasabb, mint a másik. Elképesztően nyílt, tiszta és őszinte, amit lehet hallani. Hát ugye a Kodály módszer legnagyobb dicsőségére fantasztikus, hogy tudnak énekelni ezek a gyerekek, és nyilván a történet meghatotta őket, mert nagyon nyitottak rá, és látszik rajtuk, hogy igazából nem játsszák, hanem átélik és megélik. Úgyhogy büszkék vagyunk a Bakástéri Általános Iskolára is, és akkor most nézzük, hogy kultúra területén mire számíthatnak a ferencvárosiak idén a jól megszokott programokon, nagy rendezvényeken kívül. Lesz esetleg valami újítás idén? Ehhez igazából, ha legközelebb beszélünk, akkor sokkal több konkrétumot fogunk tudni, vagy konkrétumra beszélünk, hiszen Ferencváros kulturális koncepcióját most fogja tárgyalni a képviselőtestület. Ebben hát ez több száz oldalas remek mű, hogy így mondjam, a koncepció. Ebben lesznek még némi változások is, de az teljesen egyértelmű, hogy azok a fő csapási irányok, amik eddig is jellemezték a ferencvárosi kultúrás életet, ezek nyilvánvalóan megmaradnak. Sok újdonság is lesz, hiszen közvéleménykutatás tartottak a Corvinus Egyetem erre szakosodott hallgatói, egy nagyon izgalmas és érdekes tanulmány és előadás lett belőle. Erről beszéltünk is. Hát most a Bakástéri templom felújítása miatt az idei Bakácsfest, ha nem is marad el, de nem a Bakástéren lesz, hanem helyette lesz valami más Rádai utcában, illetve a környező utcákban, és azok a tehát a közösségi tereket szeretnénk megújítani, később majd lesz szó a József Attila lakótelepnek az újratervezéséről, hogy így mondjam. Ott is az egyik legfontosabb pont, hogy az ottani meglévő kulturális lehetőségeket újítsuk, illetve újakat hozzunk létre. Tehát a konkrétumokról még nyilván az év során is fogunk beszélgetni, illetve hát majd ajánljuk ezeket a kulturális programokat, még a sportról beszéljünk röviden. Igen, a kollégáim találták ki, hogy így mondjam, és nagyon jó kezdeményezésnek találom, hogy Ferencváros köszöntse azokat a diák sportolóit, akik kimagasló eredményt értek el, egy sportgála keretében fogjuk két hét múlva köszönteni őket, olimpiai bajnokok jönnek el a díjátadóra, emelve ezzel a műsornak a fényét, hiszen Magyar Zoltán, aki a legújabb, legfrissebb ferencvárosi díszpolgárunk, kétszeres olimpiai és világbajnok, tornász, és még most lehetne sorolni az hosszan, többi címét. Kokó lesz Kovács István Kokó lesz a moderátor, a műsorvezető, és még a díjátadásra érkezik majd Albert Magdorra, Albert Florián, ugye ő is Ferencváros díszpolgára, Flóri bácsi lánya, aki az Albert Alapítványt vezeti, és Kökény Bea, a mi kézilabdásunk, Immelen Fradi kézilabdása, akik szeretnének a gyerekeknek útra való néhány szép mondatot is mondani. És hogyha a sport, akkor most beszéljünk röviden egy kicsit az olimpiáról, illetve az ehhez kapcsolódó garanciavállalásról, amiről a képviselőtestületi ülésen volt szó január 26-án, mert hogy az idei évben az is eldől majd, hogy Ferencváros részese lehet-e az olimpiának, és Budapest részese lehet-e az olimpiának, tehát hogy Limában hogyan döntenek, és melyik városnak ítélik oda a rendezés jogát. Valóban szeretjük a jó szlogeneket itt Ferencvárosban, most mondhatnám azt, hogy Ferencváros reménykedik, hiszen Ferencváros lehet az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb nyertese egy jó döntésnek, hiszen a legtöbb helyszín, a legtöbb sportágat érintő beruházás az itt lesz Ferencvárosban, maga az olimpiai falu is itt lesz a média központtal. Nagyon bízunk benne, hogy Budapest, illetve Magyarország elnyer rendezés jogát, hiszen ez nem csak Budapest olimpiája, nem csak Ferencváros olimpiája, hanem egész Magyarország olimpiája, hiszen Budapesten kívül még 9 fontos és nagy helyszín lesz, jeles helyek, mint a Balaton, a Szeged, Győr, amik így hirtelen eszembe jutnak, Debrecen, tehát olyan helyszínek, amik
nem Budapest, de mégis fantasztikus környezettel rendelkeznek, és vihetik a jó hírünket a világba, még népszerűbb legyen Magyarország, még népszerűbb legyen Budapest, és a némi fanyalgással erre gondolókat is meg lehessen vigasztalni, hogy nem lesz ráfizetéses, hanem megtérülő beruházás lesz, nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg és hát szívügyileg. Fogunk még az olimpiáról valószínűleg nem egyszer, nem kétszer beszélni a döntésig az idei évben. Most pedig egy olyan témával folytatjuk, amiről már szintén többször esett szó különböző műsorainkban, ez az illegális szemétlerakásnak a problémája, mert hogy a legutóbbi közös képviselőklubjának is ez volt a témája. Az illegális szemétlerakás problémájával már több alkalommal is foglalkoztunk. Legutóbb Biztonsági Zóna című műsorunkban kísértük el a közterület felügyelőket, amint éppen a kerületi illegális szemétlerakókat ellenőrizték, miközben több személyt tetten is értek. A közös képviselők klubja is most ezzel a problémával foglalkozott. A Wendel irodaházban találkozott az önkormányzat a kerületi közös képviselőkkel. Ezúttal a téma tehát az illegális szemétlerakás volt. A találkozón részt vett dr. Rácz András környezetügyekért felelős helyettes államtitkár, dr. Bácska János polgármester, az ebben illetékes fővárosi és ferencvárosi szakemberek, valamint Ámán András rendőrkapitány és Rimowski Tamás a közterület felügyelet vezetője, aki a tavalyi statisztikákról is tájékoztatást adott. A tavalyi évben, egész évben kiemelt feladatként kezelte a közterület felügyelet. 2141 ellenőrzést hajtott végre, ebből 120 esetben sikerült az elkövetőt beazonosítani, 74 esetben a hatósági irodához és a 46 esetben a kormányhivatalhoz tettük a feljelentést. Egyébként volt 11 eset, ahol tetten érték a közterület felügyelők a illegális hulladék kihelyezőket. Nagyon sokat küzdünk az illegális szemétlerakással. Sajnos manapság vannak még olyan emberek Ferencvárosban, akik úgy gondolják, hogy a háztartási hulladékon kívül keletkező egyéb hulladékot csak úgy fogják és spontán módon kihelyezik az utcasarokra. Ez sajnos nem egy jó gyakorlat, ez egy szabálysértés, és ezzel ellen nyilván nekünk is föl kell venni a harcot, meg kell találnunk azokat a személyeket, akik ezt teszik, és figyelmeztetni arra, hogy ez nem egy jó szokás, ez egy szabálysértés, és ezzel ellen küzdeni kell. Nem is gondolnánk, hogy hány szerv működik közre, akár egy-egy ilyen ügy kihelyezésében. Az állampolgárnak lehet, hogy csak egy egyszerű gesztus kiteszi a kanapét, ugyanakkor meg az önkormányzatnál legalább 10 ember dolgozik azon, hogy ezt a kanapét elszállítsák. Ebből az emberek csak azt látják, hogy kint van a hulladék, és azt várják, hogy mi elszállítsuk miközben. Nem is lenne úgymond a mi feladatunk, viszont ezt mi megcsináljuk. Természetesen szeretnénk, hogy a Ferencváros tiszta lenne, és nagyon ebben szeretnénk a közös képviselőknek a segítségét kérni, hogy bizonyos tájékoztatás mellett figyelmeztessék a házukban lakókat, hogy ha olyan hulladék keletkezik, ami nem kommunális hulladék, azzal mit tudnak kezdeni? Tájékoztassák őket arról, hogy hol találnak hulladékudvart, ahol el lehet helyezni. A környezetügyekért felelős helyettes államtitkár az eddigi kormányzati intézkedések mellett arról is beszélt, hogy milyen további változások várhatók az illegális szemétlerakások számának csökkentése érdekében. Egy nagyon égető kérdés. Például az építési és bontási, törmeléképítési és bontási hulladékhelyzet. Az illegális lerakásnak a legnagyobb része ez. Ezzel kapcsolatban folyamatban van egy koncepció kidolgozása, hogyan lehet szelektív bontást bevezetni, hogyan lehet a bontási törmelékből kiválogatni és adott szabványosított szemcseméretre darálva a betont és egyéb más hasznosítható elemeket újra felhasználni, hogyan lehet piacot teremteni ennek, és hogyha ez sikerül, és ebből tényleg egy működő koncepciót tudunk összerakni, akkor nem lesznek érdekeltek azok, akik jelenleg az illegális lerakás nagy részét kitevő építési-bontási törmeléket helyezik el külterületeken, illetve belterületen is, hanem abban lesznek érdekeltek, hogy beszállítsák azt különböző hulladékudvarokba, ahol szelektálják, darálják, és újra használható útalaphoz használható alapanyagokat készítenek belőle. Január 1-től pedig már egyéb változások is életbe léptek. Elsőtől a közterület felügyelő helyszíni bírságot
szabhat ki az illegális szemét kihez, és ennek maximális összege 50 ezer forint. Ferencvárosnak amúgy is van egy rendelete, amiben szabályozza ezt a kérdést. Egyébként a kormányrendelet áttekinthetővé tette a rendszert. Ha bűncselekmény, akkor rendőrség, hogyha szabásértés, akkor a kormányhivatal jogosult eljárni ebbe az ügyekbe. Én arra szeretnék kérni minden ferencvárosit, hogyha teheti, akkor ne helyezze ki az utcára a hulladékot. Szeretnénk, hogy a Ferencváros tiszta lenne. Ha van olyan ferencvárosi, aki látja, hogy valaki szándékosan helyez el ilyen jellegű hulladékot Ferencváros utcáin, az első körben szóljon az illetőnek, hogy az, amit tesz, az nem helyes. A második lépés, amit megtehet, jelentse a közterületfelügyeletnek vagy a városüzemeltetési irodának azért, hogy mi minél hamarabb tudjunk arról gondoskodni, hogy elzárítsuk. Sokszor elmondjuk ebben az adásban is ezt a zöld számot, hogyha ilyesmit tapasztalnak, akkor hívják. Van már javulás? Van változás ezen a téren? Mik a tapasztalatok? Hát ha én mondom, az nem biztos, hogy elegendő. Az a jó, hogyha a nézők is azt mondják, hogy egyre kevesebb a szemét. Ugye van egy sajnos tipikus jelenség, hogyha elvisszük, akkor azt hiszik, hogy azért visszük el, hogy oda újra ki lehessen tenni. Tehát ezzel óvattal kell bánni, és legfőképpen ez a zöld szám, ez egy nagyon fontos tényező, hiszen azt kérnénk mi is a ferencvárosiaktól, hogy segítsenek nekünk, segítsék a rendőrség, a közterületfelügyelet, és a mi munkánkat, hogyha bárhol ilyet látnak, azonnal jelentsék be, mert hát ha nem is az elrettentés, de a visszatartó ereje annak van, hogyha ott elkapják a vétkezőt, és ugye nem biztos, hogy elég jól elhangzott, de ez bűncselekmény is válhat, hiszen hogyha veszélyes hulladékot raknak le, az bűncselekménynek számít, nagyon súlyos következménye lehet akkor is, hogyha belenyúlnak arra illetéknek, hát hogyha el kell vinnünk. Tavaly majdnem 30 millió forintot kellett csak erre költenie Ferencvárosnak. Képzeljük el, hogy 30 millió forintból mennyi minden más kellemes és szép dolgot lehetett volna helyet csinálni. Köztisztasággal kapcsolatos kérdések is lesznek. Most jöjjenek tehát a nézői kérdések. 218-21-21-es a telefonszámunk. Február 7-én lehet élőben kérdezni, minden más időpontban pedig kérjük üzenetrögzítőnkre mondják rá kérdésüket, azt pedig majd a következő márciusi adásban továbbítjuk polgármester úrnak, és akkor most nézzük, hogy az idei évben eddig milyen kérdéseket tettek fel. Jó napot kívánok! A Gáz utcából telefonálok. Aztán már évek óta nincs a Gát utca 23-nak a padlás, de hiányzik egy ablak, rengeteg galamb beszáll oda, ott kelnek ki. Érdeklődni szeretnék, hogy Gát utca 24-ben hetek óta nincs lépcsőházvilágítás, sötét van, hetek óta takarítva sincs, a bejárati kaput meg a kaputelepont legyenek szívesek megcsináltatni, mert bejár mindenféle hontalan. Érdeklődni szeretnék, hogy a Gát utca 24 épület sorsa, hát hogy mikor a várató felújítás körülbelül. Köszönöm szépen, visszatalásra! Tehát Gát utca 24, mikor várható a felújítás, és addig is ezekkel a felsorolt problémák ellen mit tud tenni az önkormányzat? Az ott élők nyilván, meg a környéken élők tudják, hogy hányadott sorsú házak ezek. Itt a kollégák nem mellesleg felírták, hogy a két háznak együttvéve 5 millió forint lakbértartozása van összességében. Tehát az ott élők nem fordítanak kellő figyelmet még a saját környezetükre se, hiszen a galambok egy olyan nyíláson tudnak beszállni, amit fémlemez borít. Szabály szerint az eltűnt, a csatorna is eltűnt, ezeket most 100 000 forintért a FEV 9 ZRT fogja megjavítani, ha már szerintem már közben meg is javították. Jobban kéne figyelni a saját értékeinkre, sajnos a kapuzár az a tipikus, hogy megjavítjuk, és másnap már nem jó, mert kényelmesebb úgy bemenni, hogyha nem kell a kulcsot használni, most ezt idézőjelben mondom, sőt olyanok is be tudnak menni, akik nem oda tartozók, nem ott laknak. Tehát ebben is, hogyha több segítséget kapna az önkormányzat, akkor kevesebb kár keletkezne, és jobb maradna az állaga, bár tisztában vagyunk vele, hogy ezek a házak már a utolsókat járják. Ez a két ház, a 23 és meg a 24 is, annak a 61 néhány háznak a egyike, másika, amelyeknek a felújítása minél előbb jó lenne, ha sikerülne. Saját forrásból, mint említettem, 2-3 házat tudunk évente felújítani. Ha lesz érdeklődés,
magántőke részéről, akkor mi leszünk a legboldogabbak, mert akkor az gyorsítja a folyamatot. Ugye nem beszéltünk az előző körben, de érdemes a Vaskapu utcai három súlyos házunkat megemlíteni. A 49-et már ki is ürítettük, le is zártuk. A 47-et az idén kiürítjük, és mind a két házat lebontjuk még a nyárig. És mivel az akadémiának a kutatóintézete egy hónapon belül megnyílik, egy olyan környezet alakul ki, szemben a Vágóhídi terület is elkelt, a magán piac reagált a mozgásokra, ott egy olyan jelentős minőségi változás lesz, hogy én biztos vagyok benne, hogy Vaskapu 47-49 az szinte biztos, hogy el fog menni az idén, és megújul a környék, és már csak a Vaskapu 34-től Kálmán 21-2-ös marad. Én reménykedem benne, hogy az idén azokra is sor kerülhet, ha külső segítség érkezik. Tehát akkor Gát utca 23-24-jel kapcsolatban is elképzelhető, hogy esetleg lesz majd érdeklődés, tehát lesz olyan beruházó, még a lépcsőház világítás, takarítás problémájáról egy fél mondatot. A FEV 9-et értesítettük, és folyamatban van. Köztisztasággal kapcsolatos a következő kérdés. Tár Jenő, Mester utca 34-től érdeklődnék, hogy itt a 34 előtt kipusztult egy két éve ültetett platánfa, és a héten itt megjelentek, levágták, a kajakat itt hagyták a ház előtt most már napok óta, és ugyanakkor érdeklődni szeretnék, hogy mikor fogják pótolni, illetve elvinni a hulladékot. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy aktuális-e még ez a probléma, hogy említettem az idei év során eddig érkezett kérdéseket, most így egyszerre továbbítjuk. Milyen választ adtak a hivatali munkatársak? Fennel és nem is arra még jöttem, meg kellett volna néznem, mikor idejövet. Szerintem már elvitték, ugye ez fővárosi, ez a főváros által a védett fasora, a Mester utcai platásor. Teljes kezelés minden lépéssel a fővároshoz tartozik. Mi jeleztük nekik, én szerintem már elvégeztek. Hogyha nem, akkor kérjük jelezzék, és hát remélhetőleg, hogy akkor ezt hamarosan pótolni fogják. Hallgassuk meg a következő kérdést. A Szabó Zoltánnak hívnak. A következő kérdező polgármesterét című műsorban szeretném feltenni ezt a kérdést. Nem olyan régen napvilágot látott, hogy a Ferencvárosban önkormányzati lakást szereztek fideszes képviselők. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy konkrétan Gőgényi Máté ügyével, Mészáros László ügyével kapcsolatban Formanek Gyula volt fideszes alpolgármester lányának a ingatlan vásárlásával kapcsolatban valóban igazak-e azok a hírek, hogy először olcsó áron bérelték a lakásokat, utána pedig fele áron jutottak hozzá a tulajdonokhoz is. Minden egyes műsorban, amit eddig hallottam, rendszeresen szóba kerül, hogy milyen kevés lakás, önkormányzati lakás van, és hogy ezt milyen nagyon rászorulók kapják, hát ültetik, hogy a legjobban a fideszesek szorulnak rá ezekre a lakásokra. Polgármester mennyire érzi ezt igazságosnak, és a hírek szerint, ha jól látom, a Bácskai Jónak volt az egyedül joga a lakáskiutalásoknak a elbírálása. Várom jelövő válaszokat, minden jót, viszont hallás. Mi a helyzet ezekkel a lakásokkal? Hát amit, mint hallhattuk is, feltételezésekről beszélt a betelefonáló, és egyik mondata sem sincs köszönő viszonyban a valósággal, tehát egyik feltételezése és állítása sem igaz. Fideszes képviselők nem szereztek önkormányzati lakást Ferencvárosban, 102 ingatlant, illetve lakást értékesítettünk licites nyilvános pályázaton, tehát bárki pályázhatott, és bárki megnyerhette ezt a pályázatot. A 102 lakásból az említett nevek közül hárman nyertek a pályázaton, hiszen a legjobb ajánlatot, a legmagasabb licitárat mutatták be, és három közül egyetlen egy vásárolta meg, és nem kezdeményes áron, hanem ugyanazon az áron, mint az eddigi 102 bérleményből 56-ot értékesítettünk a rendeletünk szerinti árak szerint. Ennyit érdemes erről tudni. Egyébként rendőrségi vizsgálat is indult, ez le is zárult, hogy bűncselekményre utaló nyom
egyik esetben sincs, hiszen még egyszer mondom, nyilvános és licites pályázaton értékesítettük ezeknek a lakásoknak a bérleti jogát, és az érintettek száma 3 a véleményben, ez 3%-as, aki meg is vette, az 1, tehát 1%. Hol lehet egyébként ezeket a liciteket, tehát hogy nyomon kísérni, hogy mikor milyen lakást értékesít ilyen módon az önkormányzat, hogyha valaki erről a lehetőségről esetleg most hall? Hát a honlapon minden esetben, és napilapban is ezt meghirdetjük. Az önkormányzatnál az ügyfélszolgálaton folyamatosan lehet érdeklődni, de a honlap az naponta frissül, lehet látni. És ezek a pályázatok 2011 és 2013 között zajlottak. Az utóbbi időben nem volt ilyen pályázat, hiszen nincsen olyan üres lakás, amit pályázatra ki tudnánk írni, nyilvános nyílt pályázatra. Egyébként, ami elhangzott, hogy nagyon kevés a önkormányzati lakás, ugye relatíve kevés, abszolút értékben Ferencvárosnak van a legtöbb önkormányzati lakása még mindig. Igen, pontosan a tudatos, a pontosan a tudatos városrehabilitáció és folyamatnak, és egyébként igyekszünk szociális méltányosságból is lakáshoz jutatni a nagyon súlyos helyzetben lévőket. Ez évi 20, jó esetben 30 lakás, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha van olyan üres lakás, amit fel tudunk ajánlani szociálisan rászorultakra méltányossági okból. Egyébként pedig a polgármester egy szemében semmiről nem dönt, én csak aláírom a szerződéseket, illetve a pályázatok végeredményét. Minden esetben testületek, bizottságok vagy a képviselőtestület dönt ezekben a kérdésekben. Tehát nekem egy személyben nincsen jogom és lehetőségem, zárójel hál' Istennek, még a törvény is véd olyan cselekménytől, amit mondjuk kifogásolni lehetne. Következő kérdés is köztisztasággal kapcsolatos lesz. Jó napot kívánok, Gyankó Lajos vagyok, Tűzoltó utca 3-ból. Nézem az önök műsorát, mert a hulladékgyűjtés műsorában szerepel a Tűzoltó utca 092, mint olajgyűjtőhely. Már 4 alkalommal jártam ott, és semmiféle olajgyűjtőhelyet nem találtam. Szeretném, hogyha erre választ kapnék. Köszönöm. Valóban sok ilyen közérdekű információt közé teszünk a képújságunkon, és az olajgyűjtő konténerek hibásan szerepeltek, ezért elnézést kérünk, mert hogy már nincsenek ezek az olajgyűjtési lehetőség ezeken a helyszíneken, úgyhogy azóta a képújságunkról lekerült már, és hogy milyen más egyéb lehetőségek vannak, arról meg polgármester úr tud tájékoztatást adni. Igen, valóban, hogyha elképzeljük, hogy hány liter, hány hektoliter, köbméter fáradt olaj, idézőbe, tehát a sütőolaj, az étolaj keletkezik, ezt figyelembe véve kevésnek tűnhet ez az évi 5 alkalom, amikor veszélyes hulladékot gyűjtünk, mi az önkormányzat. Az Ecsedi út 9-ben lévő hulladékodvarba minden munkanap el lehet szállítani ezt, és keresünk olyan vállalkozót, aki a ugye most már a jövő a házanként is szelektív gyűjtés, mi olyan vállalkozókat keresünk, akik ebbe beszállnának az olajgyűjtésbe is. A közterületi olajgyűjtés az nem egy veszélytelen műfaj, tehát nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött ígéreteket, nem sokan vállalják ennek a szigorú követelményeit, tehát a jövő inkább befelé mutat. Teljesen biztos, hogy lesz megoldás, kell, hogy legyen, mert nagyon sok olaj képződik. Akkor addig a válasz az Ecseri út, vagy pedig évente 5 alkalommal van veszélyes hulladékgyűjtés, ugye erről mi is szoktuk szintén képújságunkon tájékoztatni önöket, és akkor viszont biztos, hogy el lehet vinni a fáradt olajat. József Attila lakótelepről érkezett a következő kérdés. Jó napot kívánok, a József Attila lakótelepről vagyok, és ezzel a fagy meg hóhelyzettel, járdákkal, ilyesmivel vagyok. Mindenre azt halljuk, mindent a közmunkásokkal akarnak megoldani ezzel a párral, akik nem teljes értékűek. Lehet, hogyha ott állna mellette valaki, többet teljesítenének. De nem is hiszem, régen is leesett a hó, a várost ellették a hómunkások, rendbe tették. Most péntek óta itt maradt a lakótelep, jégbe fagyva. És most ez a pár emberrel akarják ezt a hatalmas jeget fölvágatni. A járdák csúszósak, nem az épületek előtt, a középületek előtt. Köszönöm, hogy meghallgattak, viszont hallásra.
József Attila lakótelepről érkezett, nyilván nem most, hanem kicsit korábban már a kérdés, hiszen most éppen egészen enyhe időjárás van, de mi a helyzet akkor, amikor nem ilyen enyhe az idő, esik a hó, hiszen ebben is valóban az elmúlt időszakban átélhettük, ezt nem csak a József Attila lakótelepen. Így van, sajnos mi közmunkásokkal tudjuk megoldani ezt a feladatot, ha van közmunkás. Idén a bizonyos kritikus időszakban 60 közmunkásunk volt, hogyha ezt a összközterületre kiosztjuk, elosztjuk, és ők csak nappal dolgozhatnak, éjszaka és hétvégén nem, akkor sajnos ezt tapasztalhattuk és ezt láthattuk. Ilyenkor van egy szükség az összefogásra, hogy nem csak a saját tulajdonom előtt, tehát közös képviselők figyelem, tehát nem csak a saját tulajdonú területeket kell letakarítani, hanem hát be lehet szállni a közösbe is, ez csak egy kérés lehet a részemről, részünkről, és meg kell próbálni oldani közösen, hiszen sokkal nagyobb az a közterület mennyiség, amennyit mi tudunk kezelni egyrészt emberben, és hát pénzben is, tehát hirtelen fel kellene venni több száz embert, annak a kifizetése az lehetetlenség önkormányzat számára. Remélhetőleg, hogy ilyen probléma idén már nem lesz, hiszen február eleje van, és én legalábbis már nagyon várom a tavaszt, úgyhogy hó majd csak jövőre vagy év végén esse, ha lehet ilyet kérni, és most visszatérünk a Gát utcába, onnét érkezett az utolsó nézői kérdésünk. Jó napot kívánok, Páfi Mária vagyok, a Gát utca 24-ből. Azt már nem kérdezem, hogy mikor lesz a ház felújítva, mert szerintem ebben az évszázadban már nem valószínű. Viszont szerettünk volna minőségi cserét kérni, de a lakáscsoportnál elhajtottak bennünket, hogy nem nincs rá lehetőség és nem lesz pályázható lakás. Pedig esetleg tudnánk vállalni ez nagyobb lakásbérleti díjat is, hogyha egy normális lakásba tudnánk végre költözni a két gyerekkel. Főleg azért is, mert már annyira fel van állva a konyhának a falat nálunk, hogy néha attól félek, hogy ránk dől. Hát ez lenne a kérdésem, hogy lesz esetleg a 9. kerületben megpályázható lakás ebben az évben. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Ezzel a házzal kapcsolatban ugye a házfelújítás részére már válaszolt polgármester úr, mi a helyzet a minőségi lakás cserével? 2011 nyara és 13 nyara, tehát két évig lehetett minőségi lakáscsere kiemelt beadni. Ez alatt a két éves időszak alatt 154 minőségi lakáscsere kérelem érkezett be, ebből 57-et tudtunk kielégíteni, ennyi lakást találtunk megfelelőnek arra, hogy nagyobb, magasabb komfortfokozatú lakásként üzemeljenek. A maradék 100 kérelem az mai napig is nálunk van, nem tudjuk teljesíteni a kérést, az igényt, hiszen nincsen magasabb komfortfokozatú, nagyobb lakás ilyen célra. Tehát amit a betelefonon mondott, hogy elhajtottak, az nem elhajtottak, hanem egész egyszerűen a rendeletet fel kellett függeszteni, hiszen ennyire tellett, ennyi jutott 57 lakásra, és hogyha lesz újabb és újabb, akkor folytatni fogjuk, de egyelőre a megindult városrehabilitáció ezt nem teszi lehetővé, hiszen az üres lakások, amiket láthatunk és újra épülnek, azok mind a folytatáshoz szükségesek, tehát azoknak utaljuk ki, akiket ki kell telepíteni abból a házból, ami megújul és rehabilitálódik. Várjuk a következő március 7-i adásig a kérdéseiket, 218-21-21 és a telefonszámunk, üzenetrögzítőnkre, tehát kérjük mondják rá kérdésüket, és írhatnak is nekünk, info@9.tv az e-mail címünk. Következő márciusi 7-i adásig van-e valami, amit szeretne még a nézők figyelmébe ajánlani, bármi olyan program, ahova várják őket, nagyon kevés időnk maradt, úgyhogy gyorsan mondjuk, ha van ilyen. Mint mondtam, a Sportgála az egy izgalmas adás lesz, és a honlapon, a hírekben, illetve az újságban, a Ferencváros újságot se felejtsük el, mindezeket hirdetjük. És a képújságunkon is. Köszönjük szépen, hogy itt volt, polgármester úr. Köszönöm a meghívást. És bocsánat, és köszönjük szépen önöknek is a figyelmet. Várjuk tehát egészen pontosan egy hónap múlva, március 7-én is önöket élőben 18 órától. Viszontlátásra.